Meghalt Balázs Fecó. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekes több mint 10 napig volt kómában, mielőtt a szervezete feladta volna a koronavírus elleni küzdelmet. Legnagyobb sikerét a Korál együttessel érte el 1978 és 86 között. 6-szor választották az év legjobb billentyűsének. Ezután szóló karrierbe kezdett, filmzenéket írt. Balázs Fecó 69 éves volt. Orbán Viktor közösségi oldalán köszönt el a zenésztől, mint írta, Isten veled, barátom.